Sziasztok! Ez egy hétfői nap. Egy kicsikét töltőket derítünk fel a környéken. Tatabányáról indultam. Kocsnála vagyok. Tatán keresztül jöttem. Itt a kocsi múzeumnál van egy elektromos töltő. És úgy néz ki, hogy van rajta 220-as duga is, úgyhogy nem kellett az átalakító. Egy az egybe föl tudom rá tenni a rollert, és lehet tölteni kocsi múzeum. Kocs. Szóval ingyenes töltés, ezt szeretem, és innen megyek Bábolna irányába, majd Bábolnáról Gönyű a célpont. Gönyűnél is állítólag van egy büfé, illetve van töltő, azt akarom leellenőrizni, és akkor Gönyűtől végig a Dunaparton Komárom felé szépen dunalmás, és úgy fogok hazafele jönni tervek szerint, de ugye ez még változhat. És ami lényeg, de nem lényeg, papagájgatyás túra. Annyira jó idő van, de annyira jó idő van, hogy úgy döntöttem, hogy még tartok egy papagájgatyás félvesztelen túrát, így a tavaszi idény megkezdésére kihasználom ezt az időt. Szóval kövessetek minket, tartsatok velünk, megyünk előre, hajrá! 48,7 fokos a roller kint a tűző napon, dél van. Én is alig látok napszemüvegbe, mondjam, ne mondjam. Na, így mondom, bocs, ne haragudjatok, alig látok tehát. Süt itt a fehér és a meleg. Úgyhogy nem töltök sokat, épp úgy rakok egy kicsit a rollerben, 40 kilométerre van innen Gönyű. Ilyen a melegbe már ugye csesztem rá, mert elolvadt egy kicsit a biztosíték félig, és nem vettem észre, hogy akkor még a deckbe volt, de most már kivezettem a töltőt és a biztosítékot is. De ebben a melegben nem jó tölteni. Kicsit árnyékoltam a roller, de úgy döntök, hogy nem töltök, semmi értelme, főforralom csak, elégetem, főgyújtom, vagy nem tudom, úgyhogy megyünk előre. Irány Gönyű. Annyit kibír Gönyűbe, hogyha nincs töltő, akkor rácsesztem, de elméletileg van. Úgyhogy megyünk előre, hajrá.
Na, szóval megtámadtak a méhek vagy a darazsak, vagy nem tudom, hogy mi, ami jöttem át, az a bozótos, homokos, hát földes, fú. Szóval homok volt, amiben a roller össze-vissza megy, mint a kígyó, és majd kitörtem a nyakamat, viszont nem állhattam meg, mert a darazsak össze-vissza repkedtek körülöttem, így össze-vissza, jöttem kifele. Nyílen, gázt rugdalva, mint a csörgőkígyó, aztán meg egy madár ment át előttem, hogy majdnem elütöttem, szóval nem állhattam meg, úgyhogy most álltam meg. Érthető volt? Remélem. Na szóval, nagyon-nagyon meleg van, erre megyünk tovább. Irány Gönyi fele, megyünk előre, hajrá! Megérkeztem, kicsit megérkeztem régebben, egy rolleres úriemberrel futottam még össze. Szóval vele kicsit beszélgettem, gyönyörű ez a hely. Egyszerűen nem tudok betelni vele. Szép, ápolt, rendezett, mindenhol konnektor, tudom tölteni árnyékba a rollert. Ez annyira ritka az ilyen hely, ahol árnyékba tudsz tölteni. Gyönyörű szép a kilátás, még egyet nem sikerült kideríteni, hogy a gödörbüfénél van-e töltő. Hát ugye innen kicsit messze van, de ide látni a rollerre, szóval jó lenne rollert úgy tölteni, hogy közben kajálok, mint Dömösnél a Rám étterembe. Na, eszembe jutott. Szóval gyönyörű hely.